Én csak azért kérdeztem, nem vagyok bunkó, nem. Rátart is, se nagyképű se. Én csak azért kérdeztem, mert szerintem emiatt lett nálunk az alkotmánybíróság, jó? Kettő. Én attól tartok, egy pillanat, hogy azért vesztem az útvesztőbe, mint felelős vezető, mert ő elfelejtett szólni egy másodperc, hogy ő nem érdeklődik ez iránt a pozícióránt egy másodperc, és mi a piaristákkal, a templárosokkal, meg az úgynevezett őrezreddel, pillanat, a nemzetbiztonságot most hagyjuk másolyat, nézgelődtünk jobbra-balra, kéne ide egy ember, oda egy ember, jó? Úgyhogy nyugodjanak meg, majd az őrezreddel, még csak ilyen organigramot a másik lakásból, az őrezreddel most át kell nézzük, hogy milyen ilyen újkori pozíciók kerültek megkreálásra, például mint a Balázs Robert biztonsági igazgató, még ennél másiat, jó? Mert amikor én ott voltam Budapesten, kérdezik a bíró Mariettát, ott minden rendben volt. Tehát minden rendben volt. Egy pillanat. Most új rendszer van, le kell az zárnunk. Jó, jön ez az új rendszer, sokkal egyszerűbb lesz, sokkal egyszerűbb lesz. Minden könyvelő ilyen helye húja vigalomba lesz, de utána idegeskednek, mert lekezden a régi könyvelés, de nem amiatt. Pillanat. Szerintem, csak más miatt mondom, szerintem valaki beszél majd a régiekkel, nem tudok velük mit csinálni, jó? Tehát ez egy köztársaság, itt társasági jog van, önök mint társaság, de mit tudom én, mert van a Henriknek is a társasága, jó? Menjek nyugodtan társaságba, képzeljék el, hogy mivel önök nem voltak felkészülve női vezetőre, meg egyáltalán, én azt mondtam a dr. Erdő Péterre, hogy nőgyűlölő, az Aurel is nőgyűlölő, más miatt mondom, ők elfelejtettek ilyeneket gondolni, egy másodperc, hogy ki foglalkozik a nőkkel. Csak így gondoltam a nőgyűlölőt, nem ilyen rasszizmusra vagy diszkriminációra. Elfelejtettek azzal foglalkozni, hogy ez a női banda, ez igazán egy horda, és ezeket muszáj menedzselni. Én érdekelni szeretnék, egy másodperc, mint női vezető, hogy hogyan fogjuk megoldani, egy pillanat, azt, hogy én, egy másodperc, egy csomó helyen férfiakat összezárok nőkkel, és rohadtul nem érdekel az 56-os magyarok, meg a faszombaszom, meg egyébként másnak a véleménye azzal kapcsolatban, hogy mi itt a Lászlóval és a Mihálykámmal a Predbe milyen jó vagy rossz tapasztalatokat szereztünk be. Ugyanis ez már 2000-es év, én 2000-es kiadású egység vagyok, jó? Én teljesen más szeretnék csinálni, muszáj a fiataloknak teret engednem, mint a Riba Gábor, de, meg a Levente, de... Jó? Nem lehet mindenki Bakos Balázs, jó? Muszáj ilyen új fiatalokat hoznom, mint a Riba Gábor, meg a Levente, jó? Egy másodperc, a Sipos Istvánról nem is beszélve, jó? Tehát ők az, ez a új nemzedék, úgy hívom őket, jó? Az új fiúkat még nem ismerem, majd jöhetnek ők is, ne aggódjanak. Muszáj ők a fiatalokat visszaintegrálni, mert ha mindenki ilyen lesz, mint az Aurél, most tényleg a fiatalok, akkor nagyon nagy problémát fog okozni egy másodperc, hogy ma az se lesz nekik jó, hogy ők mondjuk a helyi predbe, komolyan mondom, a region managerök, jó? Tehát szeretném visszaintegrálni a fiatalokat, a felelősök valamiért, és rohadt büszkölyök a munkára, nekem a Henrik a példaképem, jó?